Üdvözlöm a látogatókat Száva Kocsiszín virtuális bemutatóján. A túrán résztvevők megismerkedhetnek a képen látható üzemmel, valamint betekintést nyerhetnek azokról a munkafolyamatokról és feladatokról, melyeket ezen a telephelyen végeznek el az itt üzemeltetett villamosokon. Száva Kocsiszín 1913-ban épült meg. A telepen 17 darab vágány található, melyek közül a 2-es, belső hurokvágány kialakítású, ezáltal a járművek megfordítása válik lehetővé. A vágányok közül számos a csarnokokban, illetve a mellette helyezkedő külső tárolótéren foglal helyet. Az üzem többféle járműtípussal foglalkozott, melyek közül korábbi legismertebbek az UV villamosok voltak. Ezt a típust váltotta a Ganzsuklós, majd később a 2000-es évek elején vásárolt használt DV6000-es, illetve 2015-ben pedig az újonnan vásárolt KAF járművek. A telephely az újabb és újabb típusok kapcsán többször átépült. A Hannoverből érkező villamosok miatt 2001-2002-ben történtek felújítások, illetve 2016-ban számos része újult meg a Kocsiszínnek, a KAF villamosok érkezését követően. Jelenleg 14 darab KAF és 61 darab hannoveri jármű napi üzemeltetése történik az üzemben. Csarnokokban található vágányok rendelkeznek oldal- és középaknával, melyek az ütemezett karbantartások elvégzését segítik elő. Szintén ehhez a feladathoz kapcsolódik a vágányok fölé kialakított tetőpódium is. A villamosok javítása, például elektromos javítások, tetőn végzett javítások, áramszedőcsere, sérülésjavítás, valamint hiba elhárítása is így történik, hiszen az ezzel foglalkozó munkavállalók így tudnak a jármű egyes berendezéseihez biztonságosan hozzáférni. Végében a hármas vágányon találhatók azon oszlopemelők, melyek segítségével az egyes járműtípusok teljes kocsihoz van megemelhetőek. A kék oszlopemelők a hannoveri típushoz, a sárga oszlopemelők a KAF típushoz vannak rendszeresítve. Emellett itt kapott helyet a híddarú is, amely a forgóvázak kiemelésére szolgál. Az üzem rendszeresített 71-20-as pályaszámú hógépének tárolása is így történik, amely a téli hó eltakarítás során kerül használatba. A telepen lehetőség van a villamosok külső mosását is elvégezni. A járművek az erre kialakított mosóvágányon áthaladnak át a járműmoson, mely által a külső felületek takarítása történik meg. A mosási folyamat során az elhasználódott vizet a rendszer megtisztítja, majd visszaforgatja, ezáltal egy környezetkímélő működés valósítható meg. A külső mosást követően a jármű belseje is kitakarításra kerül a mosóvágány hátsó részén. A mosóvágány mellett belső tárolóvágány található, amelyen villamos alkatrészek, esetünkben hannoveri forgóvázak láthatók. A csarnoképület melletti vágányokon a járművek tárolása történik. Napközben a forgalomból, amennyiben egyéb teendő nincs velük, a villamosok ide érkeznek, illetve reggelente, mikor forgalomba állnak, a járművezetők innen is kivihetik őket. Az este érkező járművek esetében a villamosok áthaladnak a 2-es vágányon, ahol a napi vizsgálat történik meg, illetve a járműveket feltöltik fékezőhomokkal, ablakmosó folyadékkal, az utas teret pedig felsöprik. Végezetül a telepet körbejárva érkezünk meg arra a vágányrészre, amely a korábban említett hurokvágány részét képezi. Köszönöm, hogy részt vettek ezen a virtuális túrán is, további szép napot kívánok!